Sziasztok. Minden embernek a nagy reményes kívánsága, hogy az élet szép és jó legyen, ne legyen semmi probléma, semmi baj. De ugyanakkor, ha az élet tökéletes, szép és jó, az is problémás, mert unalmas. A heti szakaszban van egy nagyon furcsa dolog. A szenté, a sivatagi szentének a felavatásáról van szó. És le van írva, hogy minden nap volt egy másik törzsfőnök, aki bemutatta ovató áldozatokat. És első nap a Tóra felsorolja, hogy Júd a júde törzsfőnöke mit mutatott be, ezt, és ezt, és ezt, és ezt. Ez volt az első nap. Második nap megint felsorolja, hogy a második törzsfőnök mit mutatott be és részletesen felsorolja, és a harmadik napon végig részletesen felsorolja, és minden nap részletesen felsorolja, annak ellenére, hogy mindenki ugyanazt mutatad be, mint amit az első napon Jóhúda. 72 versen keresztül részletezve van, végig újra és újra. Pedig, Sokkal egyszerűbb lett volna felsorolni csak az első napot, a Júda törzsfőnöknek az áldozatát, és utána azt írni, a többi főnök ebben a sorrendben ugyanezt mutattak be. De a válasz erre az, hogy az embernek ne, ne csak annak örüljön, amikor valami nagy dolog történik az életében, ami nagyon különleges, hanem a kis isteni áldásnak is örülni kell. Az hogy az ember van, az ember létezik, az ember egészséges. Mindennek kell örülni, és nem csak annak örülni, amikor valami nagy dolog ö, történik. Hasonló ez a, a házasságban is. Nem csak annak kell örülni, a valami nagyon szokatlan. Amikor a házasság ismétlődik, és minden szép, és minden jó, az nem unalmas, hanem nagyon jó. Hol lehet ezt még tanulni? A reggeli áldásokból minden egyes reggel, felkelünk, és mondok az Istennek, hálát adok neked, hogy láttak. Hálát adok neked az Isten, hogy járak. Hálát adok neked Isten, hogy, hogy van erőm. Hálát adok neked Isten, hogy van ruham. A kis áldásoknak, és nagyon kell örülni, és annak is örülni kell, hogy mikor ismétli magát. Mert az a nagy isteni áldás, hogy ismétlődik, és ugyanaz van. Az nem unalmas. Szóval ahelyett hogy valamit unalmasnak címkézni, az, inkább azt kell mondani, hál' Istennek, hogy semmi különleges nem történt, és minden szép, és minden jó. Köszönöm szépen!